Ezen a hétvégén kettő olyan európai kormánypolitikus akadt, aki gyakorlatilag egy úszító jellegű hozzáállással próbálta a közvéleményt orientálni az Európai Unióval szemben. Az egyik Matteo Salvini, olasz belügyminiszter, aki konkrétan a jelenlegi olasz kormánykoalíció egyik alkotó erős embere, és ő azt találta mondani, hogy az Európai Unió kifejezetten rossz indulatúan vezeti vagy viszi a Brexit-tel kapcsolatos tárgyalásokat, bár ennek nem adott semmilyen bizonyítékát, és tartalmilag nem is nagyon lehet ezt értelmezni. Ezzel együtt látszik, hogy most már kampányüzemmódba kezd kapcsolni gyakorlatilag mindenki, és majd később fogok erről szólni bővebben is, de úgy tűnik, hogy a kifejezetten Európa ellenes erők, bár nagy győzelmet hirdetnek már most, valójában visszaszorulóban vannak, és erre a magyar közvéleménynek is a figyelmét érdemes felhívni. Ami a Brexit tárgyalásokat illeti, jó lehet, a brit kormány a mai napig nem állt elő tárgyalásra alkalmas koncepciókkal, ezért én úgy látom, hogy egyre növekszik annak az esélye, hogy Nagy-Británia megállapodás nélkül fogja elhagyni az Európai Uniót, ha egyáltalán. Ez mindenféleképpen nagy szégyen lenne, de meggyőződésünk a Magyar Szocialista Párt részéről, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy akárhogy is megvalósul ez a Brexit, ha egyáltalán, ez esetben az Egyesült Királyság a lehető legszorosabb kapcsolatban maradjon az Európai Unióval. Értem ez alatt azt, hogy körülbelül úgy hangzik ez a mondat, hogy úgy váljon ki, hogy közben marad. Ez Magyarországnak is az érdeke. Egyfelől a több százezer magyar ember okán, akik egyébként Angliában élnek, az ő jogaik maradéktalan megtartása az feltétlenül fontos, illetve a Magyarországon egyébként nem kevés számban élő és dolgozó brit állampolgároknak szintén a sértetlen jogaiknak a megőrzése, az egy kifejezetten fontos érdeke a hazánknak. Ennél fogva én csak utalnék arra, hogy bármennyire is gondolja egyik-másik európai kormánypolitikus hergelni a közvéleményt az Európai Unió jó hiszemisége vagy rossz hiszemisége frontján, ezek nagyjából úgy tűnik, hogy nem lelnek elő fogadtatásra, vagy a szándékot fogadtatásra. Ezt azzal is szeretném alátámasztani, hogy az Euróbarométer júniusi jelentése szerint trendszerűen is folyamatosan növekszik az európai integrációt pártoló európai polgároknak a száma. A júniusi adatok egy kumulált mutatót mondok, ez 67%, tehát kétharmadnál is erősebb. Ez egyébként 2007-hez képest is egy történelmi rekord, de úgy is mondhatnánk, hogy 1983 óta nem volt ennyire erős az európai integrációnak a támogatottsága, mint jelenleg. Még egy másik adat, ami szintén trendszerű, enyhén, de növekszik az európai intézmények iránti bizalom az európai lakosság körében. Ez időtájt egy 48%-os, ez látszólag nem egy hatalmas nagy arány, de hogyha hozzáveszünk azt, hogy 34%-os azoknak az aránya, akik szerint egyébként nem érdemes bízni az európai intézmények, a többi semleges, tehát nem tudja. Ez azt jelenti, hogy túlnyomó többségben vannak azok, akik egyébként bíznak az európai intézményekben, így az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban, sőt, mi több, még a tagállami kormányfőket tömörítő Európai Tanácsban is. Ugyanez a szám Magyarországon sajnos csak 61%, de akkor is erős többséget mutat. Tehát Orbán Viktornak a tusványosi produkciója, amiben gyakorlatilag a jelenleg ismert Európai Unió végét vizionálta, és valami alternatív regionális blokknak a kialakítását szorgalmazta. Ez látszólag egyébként szélsőséges szövegnek nagyon jó, csak éppen az vele a baj, hogy az Európai Unió mindig is ösztönözte a regionális együttműködéseket. Úgy is mondhatnám, hogy például a visegrádi együttműködés tarthatna egy kicsit előrébb is, mint ahol most tart. A Magyar Szocialista Párt egyébként érdekelt abban, hogy itt a közép-kelet-európai térség országai minél szorosabb együttműködésre
lépjenek, illetve végül is a magyarság történelmi sérelmeinek az orvoslása. Ez időtájt semmilyen más keretben nem képzelhető el, mint egy kiszélesített és elmélyített Európai Unióban, ezen belül is egy regionális együttműködésben. És ha már említettem Orbán Viktornak a tusványosi fellépését, egy barátommal beszélgettem, és aki próbálta védelmezni Orbán Viktornak a pozícióit, én kértem arra, hogy mondjon egy olyan mondatot, ami értelmes és megállja a valóság próbáján is a helyét Orbán Viktor beszédjéből. Hát beszélgetőtársam nem tudott ilyet mondani, én se tudnék. Orbán Viktor konkrétan össze-vissza beszélt tusványosan, ideológiákat kevert kormányzati rendszerekkel, próbálta a liberalizmust összemérni a keresztény demokráciával. Ezek olyan politológiai tévedések, amiért azt gondolom, hogy még a mai körülmények között is még egy kormányhű egyetemi tanár is elzavarná a diákot, hogyha ilyet találna mondani. De hát a legvérmesebb hazugságok egyikét is szeretném ideidézni, ami engem külön fölháborított, ez pedig az, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy az Európai Unió egy ilyen cenzori szerepkört akar adni a nagy multinacionális cégeknek, meg részben saját magának. Ez konkrétan hazugság, hiszen az ezzel kapcsolatos, és nem feltétlenül ilyen tartalmú előterjesztést pont egy hónappal ezelőtt hajította vissza az Európai Parlament, és szeretném elmondani, hogy ezt az indítványt, amit egyébként az Európai Parlament visszahajított, ezt az Orbán Viktor féle fideszes frakció Strasbourgban megszavazta. Tehát olyanokkal hadakozik Orbán Viktor, amit a saját frakciója szokott megszavazni az európai platformokon, és ezeket azért egyenként érdemes felidézni, illetve a magyar közvéleményt is értesíteni arról, hogy itt azért mégis többnyire ordas hazugságokkal állunk szembe. A Magyar Szocialista Párt egyébként, ahogy ez a hétvégén a reakciónkból el is hangzott, egyértelműen az európai együttműködések elmélyítése tekintetében érdekelt. Az európai gondolat eleve arról szól, hogy próbáljuk meg a nemzetállami szembeállásokat egy együttműködéssel ellensúlyozni, és jó lehet, nem kell kritika nélkül viseltetni az európai intézményrendszer működése kapcsán, de azért összességében meg kell adni ennek az 510 millió főt fölölő közösségnek is a neki kijáró tiszteletet. Ugyanakkor ezen a ponton, hogyha már azt mondom, hogy kritika érheti az Európai Uniót, szeretnék én is egy kritikai elemmel élni. Ez jelesül az európai támogatásoknak a világára vonatkozik. Itt a Magyar Szocialista Párt mélyreható reformokat sürget. Talán önök előtt is ismeretes, hogy az európai hatóságok az elmúlt hetekben mintegy 48 hazai projektet vizsgáltak, amik európai támogatási pénzekből zajlanak. Ennek az összértéke egyébként mintegy 1500 milliárd forint, és ennek egyébként igen nagy részét hibásnak, ez a legenyhébb szó, amit merek mondani, magyarul nem megfelelő felhasználásúnak minősítettek. És ilyenkor lép életbe az, hogy az európai, illetve az adott tagország választhat, hogy vagy tételesen egyenként megnézzük a projekteket, és projektenként lesz valamilyen megoldás, hogy mennyi az a pénz, amit vissza kell fizetni, vagy pedig, és ez a kritikai rész, amit szeretnénk figyelmükbe ajánlani, létezik egy ügynet általány megoldás, hogy durván a kifizetett pénzeknek 10%-át kell visszafizetni, és akkor tulajdonképpen spondja a dolgokra. Ez a 150 milliárd forint, ez tud fájni Magyarországnak, és úgy is mondhatnám, hogy fölháborítónak tartjuk, hogy 10%-i adtal le lehet lépni. Azért minket az is érdekel, hogy ez a maradék 1350 milliárd forint miért és hogyan került fideszes oligarcháknak a bűvkörébe és zsebébe. Na, ezek azok a pontok, amin valóban érdemes javítani az európai együttműködésen, és a Magyar Szocialista Párt mindenféleképpen azon lesz, hogy a továbbiakban lehetőség szerint ezek a 10%-os megoldások, ezek csak egy nagyon specifikus esetkörben legyen lehetséges, ilyen horderő és ilyen nagyságrendű lopás esetében természetesen ez azt jelenti, hogy 10%-ért futni hagyna a tolvajokat, ez tarthatatlan,
van, mind az európai, mind a magyar adófizetők pénze szempontjából.